elektroszmog terheléssel kapcsolatosan a fő irány az lenne, hogy a tereinket rendbe tesszük, és a kisugárzásokat, a terheléseket csökkentjük. Ez azonban nem mindig megoldható, tehát most is, amikor egy autóban haladva egy fémdobozban ülünk, rengeteg terhelésen megyünk keresztül, a fejünk feletti lengőkábeleket figyelembe véve, vagy a kábelcsatornák az út mentén, vagy a különböző egyéb szerkezetekből, egyéb autókból kisugárzó terheléseket tekintve, ez mind-mind terhelőleg hatnak ránk. Ilyenkor az is lehet egy módszer, hogy mivel a tereket ugye kezelni nem tudjuk itt, amerre csak megyünk, ezért valami személyi védelmet alakítunk ki, fölteszünk olyan tárgyakat magunkra, a táskánkba tesszük, vagy magunkkal visszük, vagy éppen karkötő formájában magunkkal hordjuk, ami segíthet és csökkentheti a ránk eső elektroszmog terhelést, illetve alapvetően minket erősít, mert ha mi jó formában vagyunk, akkor kevésbé érnek minket súlyosan ezek a terhelések, tehát magyarul magunkat erősítve tudunk védekezni.